Alig vártuk, hogy elérkezzen ez a pillanat, a Tűzoltó utca második részét is feltérképezhetjük. Egy dupla jelentőségű épület az első állomás. Ha körülnézünk, kis puttók mellett helyezkedik el egy kissé visszafogott épület. Mit lehet róla tudni? Az épület elődjében működött egy országszerte ismert, sőt, talán azt is lehet mondani, már volt erről szó. Igen, nem mernék a világszerte kifejezésig elmenni, de azért Európa szerte ismert vállalkozás működött itt. Zubka Lajos lakatos mesternek a műhelye működött 1886-tól folyamatosan. Hogy csinálták ezt? Tehát tényleg még TV, rádió sem volt. Ez komolyan érdekel engem, hogy hogyan lehet ilyen nemzetközi hírű vállalkozásokat elindítani. Ez egy speciális dolog, az automobil készítéshez kapcsolódik, amely egy nemzetközi csodává, iparággá nőtte ki magát. Ő egy egyszerű majosházi kovácsmester fiaként látta meg a napvilágot még 1852-ben, és aztán, ahogy a kovácsmesterséget kitanulta és felköltözött Pestre, épület lakatosként, kovácsmesterként is dolgozott, és aztán elkezdett mindenfajta mozgógép, aztán már gépjárművek karosszériáival foglalkozni, és 1900-ban már készített karosszériákat az akkor kísérletezés alatt álló különböző automobilokhoz, és 1915-től tudjuk pontosan, hogy már vásároltak meg tőle, például taxik működtek úgy Budapesten, hogy a felépítményt azt ebben a bizonyos műhelyben készítették, ekkor már 20-25 munkással dolgoztatott, és aztán a fia volt az, aki Európa hírűvé tette ezt a vállalkozást, ifjabb Zubka Lajos, aki 1931-ben József főherceg számára egy Mercedes-Benz automobilt készített. Ugye az alváz, a motor az adott volt, és erre építette rá a felművet, ahogy annak idején mondták, és annyira megtetszett, és annyira jól sikerült, hogy aztán már a tömegközlekedési eszközöknél is, amikor már autóbuszgyártás is működött, és autóbuszokat is használtak Budapesten, számos megbízást kaptak ők már autóbusznak a felművénél az ő műhelyében készültek a dolgok. Egészen 1945-ig működött a vállalkozás, aztán a szovjet katonák elrekvirálták az épületet, felhasználták a műszereket, illetve hát az eszközöket, és egy néhány évig még működött, de aztán az államosítást már nem sokkot tudták kiheverni az Zubka családnak a további leszármazottai, és hát egy ilyen autójavító vállalat néven futott aztán tovább, már nem magánkézben. Azt még tudni kell erről az épületről, és ez a második vonatkozás, hogy ugyancsak egy világhírű rendező ezt a helyszínt választotta egyik filmjéhez. Így van, a címe mindenképpen ehhez az épülethez, illetve ehhez a környékhez kapcsolódik, hiszen Szabó István 1974-ben készült alkotásának a címe Tűzoltó utca 25. Nem volt egy egyszerűen értelmezhető film, de ugyanakkor a szakma azonnal elismerte, így például a Locarnói filmfesztiválnak a nagy díját is megnyerte még ugyanebben az évben, 1974-ben. Sétáljunk tovább, ugyanis még rengeteg érdekesség van a Tűzoltó utcában. Történelmi jelentősége van ennek a helynek is, 1956-hoz kapcsolódik, hogyan? Ezen a helyen a Tűzoltó utca 36-38-as épületek nagyon fontos szerepet játszottak Tűzoltó utcai felkelők mindennapjaiban, abban a két és fél hétben, három hétben, melyben igen jelentős tevékenységet fejtettek ki. Október 26-ától már Angyal István vezetésével, a teherautóval járta a várost és vitt kenyeret, kötszert, élelmiszert, ahova kellett. Ez volt az a felkelő csoport, amely a leghosszabb ideig
kitartott Budapesten november 8-áig még küzdöttek a szovjet megszállók ellen. Az viszont egy nagyon szép eredmény, hiszen november 6-án már a legtöbb helyen letették igen, a fegyvert. Igen, ez így van, és harcoltak is volna tovább. A lakossággal is nagyon jó volt egyébként a kapcsolata Angyal Istvánnak, aki a lakosságot védte akkor, amikor rábeszélte a harcostársait, hogy most már elég volt, tegye mindenki le a fegyvert, ássák el, folytassák máshogy, más milyen körülmények között, de most mindenki az életét mentse. A Péterfi Sándor utcai kórházban ápoltként érte őt egy karhatalmista razzia, és onnan vitték el aztán a börtönbe, és 1958 áprilisában halálra ítélték, és ki is végezték. Az élete az a születésétől fogva tulajdonképpen a haláláig az őszinte, egyenes és az elveiért a végsőkig elmenő ember példája. Hogyha anno ipartörténeti vonatkozásokról beszéltünk, akkor hogy stílusos legyek, nem mehetünk el szó nélkül a tűzraktér épülete mellett, hiszen hát hol nem, ha itt egy hatalmas ipari komplexum működött, fény napjaiban, legszebb napjaiban 3000 dolgozóval is akár. Igen, ez az 1970-es években volt, amikor ilyen sok-sok ember dolgozott ebben az épületben. A labor, műszeripar, ipari művek névre hallgatott, jó hosszú neve volt. Már a II. Világháború előtt megkezdte egyébként a működését, a 30-as években ilyen hatalmas nagy vállalattá, ami az épület látványában is megmutatkozik, az 50-es években fejlesztették fel. Az azért meglepő, hogy túlélte a háborút, és akkor az államosítással ő hogyan küzdött meg? Hát úgy, hogy elvesztette a csatát természetesen, államosították a vállalatot, a nevét azt meghagyták, orvosi műszereket, a gyógyászatban használatos műszereket gyártottak igen nagy számban. És igen precízen. Igen precízen, és hát nagyon, nagyon nagy volt a felvevő piac, nem csak Magyarországra, hanem különböző országokban, nem csak a szocialista országokban, hanem nyugat-európai országokban is exportáltak cikkeket. Külön éttermi részleget is alakítottak ki a tetőteraszon egy újabb szint emelésével. Mi történt vele? Miért 1991-ben hát nagyon sok hasonló nagyvállalattal történt meg az, hogy piacot vesztett, nagyon sok piacot vesztett, értve elsősorban ezzel adta a keleti piacokat, és 1991-ben bezárt. Mi történik akkor egy épülettel, ha nem használják? Hát ez, hogy folyamatosan romlik az állaga, az állapota. Valamikor fokhíjas ablakok. Így van, az ablakok kitörtek, hát nem is, hogy fokhíjas, hát nincs is ablaküveg már sehol szinte. Valamikor a 2000-es évek elején az akkori tulajdonos néhány fiatal építésszel, meg művész csoporttal megállapodott, hogy amíg fel nem tudja újítatni, át nem tudja alakítatni az épületet, addig... Ők töltik meg élettel. Így van, és akkor költözött ide az a szórakozó hely, központ, amit először tűzraktárként, aztán később tűzraktérként, aztán még valahogy máshogy is hívtak. 2005-től, ha jól tudom, és 2007-ig tartott így ez van, az időszak. Így van, 2007-ben történt az, hogy innen elköltöztek egy másik kerületbe. Valamikor 2009 táján, ha jól emlékszem, itt járt, forgatott is, nem csak, hogy itt járt Angelina Jolie, amerikai színésznő. A bejáratnál már több száz ember tömörült, és próbálták megnézni, hogy mi is történik bent. Hát az történt, hogy egy jelenetet vettek föl, Szarajevó egy utcáját imitálták éppen harc közben. A portás volt, aki beengedte őket. 5000 dollár. Azt hiszem, hogy valami ilyesmi összegért, és akkor azt hiszem 2 napot vagy 3 napot is eltöltöttek itt. Legközelebb hová fogunk sétálni? Kitaláltad de már, vagy ez legyen inkább meglepetés? Hát, kitaláltam már, magát az utcanevet most nem mondanám el, de mivel már sokszor beszéltünk arról, hogy a Ferencváros és a nagyipar elválaszthatatlan egymástól, legalábbis a történetiséget tekintve, egy olyan utcába szeretnék legközelebb elsétálni veled, amely egy ilyen nagy iparvállalathoz kapcsolódik nagyon szervesen. És reméljük, hogy a kedves nézők is velünk tartanak, mindenképpen sétáljanak velünk legközelebb is.